Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket itt a Klik TV mélyvízszín műsorában, és köszöntöm Harangozó Gáborot, a Magyar Szocialista Párt alelnökét, egykori EP képviselőt. Azért hangsúlyozom ezt, mert már ugyanez régen volt, de kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire látja, hogy az az eltelt idő alatt sokat, vagy milyen mértékben változott az Európai Unió és az Európai Parlament. Nagyon sokat változott szerintem. Alapvetően én azért szerettem régen nagyon az európai parlamenti munkát, mert az volt rá jellemző, hogy nincs kormány, nincs ellenzék, és nincsenek ezek az állandó politikai ellentétek. Alapvetően abban a még viszonylag békés időszakban az európai parlamenti képviselők hatékonyságát, az, hogy mennyire jól végzi valaki a munkáját, az határozta meg, hogy ki milyen ügyeket talált meg, ahol valami nem jól működik, arra milyen megoldásokat tudott hozni, és ahhoz tudott-e többséget szerezni. Ez számomra egy kifejezetten kedves munka volt, mert én kevésbé szeretem ezt a politikai sárdobálós részét a politikának, viszont az, hogy megoldani ügyeket, hogyan lehet az embereknek jobb életet teremteni, és ehhez koalíciót létrehozni, támogatókat szerezni, ez egy kifejezetten, azt gondolom, hogy egyébként nekem való munka, meg hát én ezért, ezt a részét szeretem a politikának, és azt hiszem az emberek is leginkább ezt kedvelik, bár nyilván a nézettsége, a figyelem nem ennek van elsősorban, hanem mindig annak, hogyha konfliktus van, de azért azt várjuk el a politikától, hogy lássa, hogy mik a problémák, és arra kínáljanak megoldásokat. Ez annyiban megváltozott, hogy most már egy jó ideje válságról válságra bukdácsolunk egész európai szinten, ami fölkorbácsolta a kedélyeket, átalakult az egész európai politikai légkör, sokkal több a szélsőséges, sokkal több olyan politikus van, aki az európai politikába kevésbé hisz, inkább azért van ott, hogy meggátolja a folyamatokat. Hát ilyenek voltak a fideszes képviselők is, akik ki is estek a legnagyobb európai politikai családból, és most hontalanként vannak gyakorlatilag politikai család nélkül az európai parlamentben. Az továbbra is megmaradt, hogy a legnagyobb pártok folyamatosan keresik azt, hogy merre van előre, és ezeket a koalíciókat meg tudják kötni, de azért egyre nagyobb a veszélye annak, hogy előtörnek azok a szélsőségek, akik nem a megoldásokat keresik, hanem valahogy ezt az európai folyamatot próbálják megakasztani. Ugye annak a dolog lényegéből fakadóan, hosszú távon elvileg ezek a szélsőségek, pont azért, mert szélsőségesek és nacionalisták nem igazán az együttműködésre esküdtek föl. Illetve miközben most talán keresik egymás kegyeit, valószínűsíthető, hogy hosszú távon, hogyha hatalomra kerülnek, akkor pont egymás ellen kell, hogy menjenek. Nem tudom, hogy ez egy okos okfejtés volt, de azt akartam belőle kihozni, hogy azért a többség azt mondja, hogy az európai emberek és az Európai Unió azért meg tud maradni józannak. Meg tud maradni? Én nagyon hiszek benne. Tehát én, és ez nem csak én, hanem a Magyar Szocialista Pártnak az egyik legfőbb célkitűzése, hogy az európai politikán belül Magyarországnak, a magyar politikának van néhány prioritás, amit képviselnie kell, ami meg kell határozni a mozgásterét, hogy mit csinálnak például az európai parlamenti képviselőink. Ezek közül az első és legfontosabb, hogy hát haza kell hozni azokat a támogatásokat, amik járnak Magyarországnak. Magyarország ma a különutas politikájával, hogy mindig szembe megy az európai közös döntéshozatallal, azzal, hogy leépített az alapvető demokratikus játékszabályokat, és rendkívül korrupt módon működik, ezzel az Európai Uniós támogatásokat eddig tulajdonképpen egészében elvesztette. Most, hogy az igazságügyi kritériumokat így-úgy sikerült teljesíteni, most valamennyi pénzhez hozzájutott, de hát gyakorlatilag a kétharmadának a támogatásokhoz még mindig nem fér hozzá Magyarország, pedig ebből lehetne azokat a jóléti fejlesztéseket, jóléti kiadásokat megfinanszírozni, amitől az embereknek is jobb lenne az élete, mert ha a gazdaság megy is előre, ha az csak az egyes tőketulajdonosoknak hoz hasznot, akik a gazdaságot üzemeltetik, attól még statisztikailag jól tud kinézni egy ország, csak az embereknek nem lesz jobb az élete. Meg látjuk, hogy alapvetően a NER-hez kötődő emberek. Akik... Így van, és ehhez pedig ugye a második pillér az, hogy nagyon erős szociáldemokráciának kéne lennie az Európai Unión belül is, azért,
mert az embereknek akkor lesz jobb az élete, hogyha olyan közkiadásokat finanszírozunk meg, ami ezt szolgálják. Itt elsősorban a legfontosabb az, hogy legyen egy versenyképes oktatás, ami államilag finanszírozott és mindenkinek egyformán járó oktatás, azért, hogy versenyképesek tudjunk lenni, hogy azokhoz az emberek azokhoz a tudásokhoz hozzáférjenek, amivel ebben nagyon fölgyorsult világban szükség van ahhoz, hogy nagyobb hozzáadott értékű munkába is részt tudjanak venni. Tehát ez jó minőségű versenyképes oktatás kell, és az is kell, hogy ez mindenhol hozzáférjenek. Magyarországon, a kis településeken, főleg a hátrányos helyzetű térségekben olyan rossz minőségű oktatás van, hogy se pedagógus, se normális infrastruktúrális körülmények, oktatási eszközök, a pedagógus munkáját segítők nincsenek, tehát gyakorlatilag nincs esélye a hátrányos helyzetű településekről, vagy a kisebb településekről jövő gyerekeknek ahhoz, hogy azt a tudást megszerezzék, amivel a jövőben versenyképesek tudnak lenni. Ez így biztos, hogy nincsen jól, erre sokkal többet kéne fordítani, és mi olyan Európai Uniót akarunk, aki ehhez is jobban hozzájárul. Másrészt az egészségügy. Ha ugye ahhoz, hogy az emberek maguk is versenyképesek legyenek, ahhoz kell egyrészt a tudás, másrészt azt, hogy az egészségüket meg tudják őrizni, vagy ha valamilyen betegség éri őket, akkor az államtól, szintén az ingyenes állami ellátásba gyorsan kapjanak segítséget, rögtön vizsgálják ki, és hamar segítsenek rajta, hogy vissza tudjon térni a munkaerőpiacra, mert az, ami most nálunk van, hogy hónapokban, néha évekbe telik, mire az állami ellátásban valaki érdemi segítséget kap, az azt jelenti, hogy sokszor az a munkavállaló, aki így megbetegszik, már nem tud teljes értékű munkavállalóként vissza. Hogy ezek mind az oktatás, mind az egészségügy, ami két alapvető területe az életünknek, és saját bőrünkön érezzük egyébként az egészségügyben és a gyerekeinken keresztül az oktatás hiátusait, és még sincs semmiféle lázadozás ellen. Tehát a szakszeretek küzdenek, ahogy szokták mondani, mint malac a jégen, de olyan simán megvezeti a kormány őket, és nincs mögöttük a társadalom. Jó, akkor ez most két dolgot szeretnénk mondani. Egyrészt, tehát, hogy amiről eddig beszéltünk, az azért fontos, mert hogy ezek alapvetően nemzeti hatáskörben vannak. Mi azt akarjuk elérni, hogy az Európai Unió az ne csak egy gazdasági unió legyen, ne csak bankunió legyen, pénzügyi unió legyen, hanem szociális unió is legyen, és ezeket az alapvető szociális pilléreket európai szinten hangoljuk össze, mert nyilvánvaló, hogy Európa versenyképesebb, fejlettebb felén a nemzetállamok ezt könnyebben meg tudják finanszírozni, míg a felzárkózó államok, így mint mi, vagy inkább mi inkább leszakadó állam vagyunk az utóbbi időszakban, pedig nem tudjuk megfinanszírozni, mi azt akarjuk, hogy az Európai Unió közös gazdasági teljesítményéből lehessen ezt biztosítani az európai tagországok számára, és így Magyarországon is ez kötelezettség legyen egyrészt, másrészt kapjunk hozzá nagyobb mértékű támogatást is. Másrészt, ami a hazai viszonyokat illeti. Itt azért ebben egy picit vitatkoznék, mert pont az oktatás területén szerintem most értek el a szakszervezetek és a lázadó diákok egy komoly sikert. Hiszen ha megfigyeljük, hogy Pintér Sándor még két héttel ezelőtt is azt mondta, hogy maximum 10%-os béremelés lesz, a folyamatos nyomásgyakorlás, tüntetések, sztrájkok annyit azért elértek, hogy tovább nem volt tartható ez a helyzet, és most egy jelentősebb béremelés meg fog valósulni a pedagógusok tekintetében. Ez a követeléseknek csak egy része, de egy nagyon fontos része, hiszen ha nincsen pedagógus utánpótlás, akkor még lehetetlenebbé válik a magyar oktatási helyzet, tehát ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen jövőről tudjunk beszélni a magyar oktatásba, ahhoz azt első kiinduló pontként meg kell teremteni, hogy a pedagógusoknak legyen egy olyan bére, ami miatt a fiatalok tudják választani a pedagógus pályát. És abban biztos, hogy ez a nyomásgyakorlásnak az eredménye? Tehát... Hát abban biztos vagyok, hogy annélkül ez nem született volna meg. És igen, egy ilyen pillanatkor, vagy pillanatban érdemes megállni, és egy picit megünnepelni ezt a sikert, mert ez mutatja azt, hogy van ereje a szerveződésnek, és nagyon fontos az, hogy az emberek szakszervezetekbe tömörüljenek, hiszen itt a szakszervezetek nagyon jelentős szerepet vállaltak, óriási rizikót is vállaltak azok a szakszervezeti aktivisták, emberek, vezetők,
akik ezeket szervezték, hiszen többüket el is távolították, kirúgták, de ezt vállalták, beleállták, csinálták, és sikerült elérni, és ugye az az ígéret, hogy ez a béremelési folyamat nem fog megállni, hanem tovább fog folytatódni. Abba biztos vagyok, hogy csak akkor, hogyha a nyomásgyakorlás is fennmarad. Én ezért is örülök annak, hogy például a fiatalok most szombatra már egy újabb demonstrációt hirdettek meg, hiszen ugye nem 20%-os béremelést követeltek, hanem 50-et. Most ugye a kormány azt mondja, hogy 32%-ot adnak, de azért azt arról tudni kell, hogy az úgy 32%, hogy a novemberi bérhez képest 32%, de decemberben volt egy minimál béremelés, ami tehát már beépült a bérbe, tehát igazából január 1-től már csak 20%-os béremelés van, de ennek is örülünk, hogy ezt sikerült kiharcolni, és tovább kell harcolni, hogy legyen meg a további béremelés is, és legyen meg az oktatásnak a modernizációja, a tananyag átalakítása, mert ha Magyarország nem tud átalakulni egy tudásalapú, nagyobb hozzáadott értéket termelő gazdasággá, akkor ebben a mocsárban fogunk itt birkózni, ahol gyakorlatilag azt látjuk, hogy bár az elmúlt 10 évben volt némi előrelépés magunkhoz képest, tehát Magyarország fejlődött valamennyit, de mindenki mástól lemaradt. Mindenki sokkal jobban, sokkal gyorsabb ütemben fejlődik, alakította át a gazdaságát, miközben Magyarország bennmaradt ebbe az alacsony hozzáadott értékű összeszerelő állam, vagy összeszerelő gazdasági státuszban, és ha ebből nem tudunk kitörni, akkor már a mi generációnknak is az élete rosszabbodni fog, és a gyerekeink jövője pedig kilátástalan. Most tulajdonképpen, amit megfogalmazott, egyfajta programja az szocialista pártnak az Európa Parlamenti választásra. Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen elhagyták, maguk mögött hagyták azt az egyértelmű igényt, hogy össze kell fogni? Mármint az ellenzéki pártoknak. Ez két külön dolog. Egyrészt nekünk van egy nagyon világos képünk arról, hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy Magyarországon jobb legyen az élet. Mi abban hiszünk, hogy egy jóléti fordulatra van szükség. Tulajdonképpen, ha megnézzük akár az egész világot is, a világ legsikeresebb államai tartósan azok a skandináv jóléti államok, akik Európa északi részén élnek, ahol tényleg a működésüknek az alapja az, hogy nagyon magas színvonalú közszolgáltatások vannak, tehát egészségügy, oktatás és maga az állam szervezete is jól működik, és nagyon magas béreket biztosítanak az embereknek. Ennek egyébként alapja az, hogy nagyon erős szakszervezeti szövetség van, és nagyon erős szociáldemokrata politika, és ezek együtt mindig azt a nyomást tudják biztosítani a gazdaság szereplőire, hogy a béreknek folyamatosan növekedni kell, a munkakörülményeknek folyamatosan jobbnak kell lenni, tehát a gazdaság teljesítményéből nagyobb részt kell, hogy kapjanak az emberek, és ebből mindig megkötik azokat az alkukat, hogy cserébe azért, hogy a bérek növekedjenek, hogy több szabadidő legyen, hogy jobb munkakörülmények legyenek, milyen fejlesztésekre van szükség, milyen plusz tudásra van szükség, mit várnak el a dolgozóktól, hogy az adott cég vagy az adott iparág jobban tudja működni, és a szakszervezetek pedig ezt biztosítják oktatással, meg hát egyáltalán az emberek érdekelté válnak abban, hogy jobb legyen a teljesítmény. Ezt a szimbiózist, ezt a fajta jóléti működést kéne Magyarországon is megteremteni, ez a mi elsődleges küldetésünk. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy Magyarországon változás legyen, ahhoz hát nem vagyunk naívak, a Magyar Szocialista Párt önmagában láthatóan még nem elég, szükség van együttműködésre, és mi hívei vagyunk az együttműködésnek, mi ezt kezdeményeztük, szorgalmazzuk, és szeretnénk is, hogy legyen együttműködés, de azt is szeretnénk, hogy ennek az együttműködésnek alapvetően tartalma legyen, és hogy ez legyen a tartalma. Nyilván ebben meg lehet egyezni, hogy hol vannak, hogyan a hangsúlyok a többi párttal, de azt hiszem, hogy ez hiányzott a korábbi együttműködésből leginkább, hogy volt egy összefogás az orbáni világgal szemben, de a tartalom egy picit hiányzott belőle. De van még tárgyalás? Tehát mi nem elengednénk az együttműködést, hanem inkább kiegészítenénk azzal, hogy mi legyen a tartalom, hogy ez egy hiteles, jó együttműködés tudja lenni. Tárgyalás még van. Az, hogy az európai parlamenti választásra legyen együttműködés, most ennek őszintén szóval nem nagyon látom az esélyét, hiszen a pártok nagy része most ezt egy olyan lehetőségnek látja, hogy itt meg tudja mutatni magát,
mert az előző választáson, amikor összefogtunk, akkor hát igazából mindenki elveszítette egy picit az arcélét, és annak az összefogásnak az volt a legnagyobb baja, hogy végül nem derült ki igazából az, hogy mit akarunk az országgal kezdeni. Tehát még azt se tudom mondani, hogy egyfajta program megmutatkozott, és abba olvadt föl mindenki, mert nem mutatkozott meg, hogy mit akarunk csinálni, és szerintem ez volt a legnagyobb hiba, és most úgy látom, hogy a pártok arra akarják ezt az európai parlamenti választást leginkább kihasználni, hogy megmutassák, hogy ők maguk miért vannak, mit kínálnak a választóknak, és az miért fontos. Megrázhatja ezt ez az EP választás a magyar pártstruktúrát? Szerintem igen. Szerintem igen, mert hogy azért azt látni kell, hogy a pártjaink külön-külön, ha külön-külön indulnak, az sajnos az európai parlamenti választási rendszer miatt automatikusan hozza magával azt, hogy kevesebb mandátumot tudnak elérni, mint hogyha össze tudnánk fogni. És ebben a külön-külön indulásban előfordulhat az, hogy annyi mandátumvesztés van a végén, hogy a Fidesz nagyon jelentős győzelmet arat, ami nyilvánvalóan az ellenzéki választók számára azt jelentheti, hogy egy újabb csalódás éri őket, és elfordulhatnak az ellenzéki pártoktól. Mi ezért is gondoljuk azt, hogy ez egy hibás hozzáállás, hogy az ellenzéki pártok nem akarnak most az európai parlamenti választásokon együttműködni, de tudomásul vesszük, hogy ez van, csináljuk mi is a dolgunkat, és ha mindenki jól csinálja a dolgát, akkor több választót tudunk megnyerni, és elkerülhető az, hogy ebből nagyobb probléma legyen. Én ebben hiszek, hogy mindenki ezt fölismeri, és a választók is látnak megfelelő alternatívát például a Magyar Szocialista Pártban. Köszönöm szépen Árangozó Gábornak ezt az optimizmust. Köszönöm önöknek is a figyelmet, viszontlátásra.